És akkor én nem tudom, hogy honnan vettem a bátorságot, mert erre ő aztán kitért, és mondtam neki, egy Grósz elvtárs, hát az, amit itt elmondott, nagyon köszönjük, de én azt hiszem, hogy ez nagyon jót tenne, hogyha akár a televízió képernyője előtt is kicsit összefoglalva elmondaná, mert ez érdekelni az embereket. Te óriási Szoboszlai rajongó vagy. Az. Most én azt mondtam, ezt nem is tagadom, lehet, hogy sokan kirevetnek majd. Puskás óta nem volt ilyen tehetség. Pedig nagyon, nagyon sok... Albertnél nagyobb tehetség szerinted? Albertnél nagyobb tehetség, igen. Albert. Most, amikor beszélgetünk, ezt Albertnél, azért... Albertnél, Détárinnál, Nyilasi Tibi meg fog sértődni, nála is, de szerintem ő is tudja ezt értékelni. Köszöntöm a nézőket, Szirmai Dávid vagyok, ez a Blik Talk, a Blik közéleti beszélgetős műsora. Akik nézni szeretnék a műsornak az epizódjait, jelentkezzenek, iratkozzanak fel különféle online csatornáinkra, így akkor biztos eljut önökhöz az adás. Mint megszokhatták, hétről hétre a magyar média jeles személyiségeit látom vendégül, és beszélgetek velük. Mai vendégem pedig egy olyan úriember, aki... A hölgyek számára biztos, hogy emlékezetes, egészen emlékezetes a sportrajongók számára, de egyébként egészen emlékezetes a politika iránt érdeklődők számára is. Ugyanis a televíziózás teljes vertikumát ezen a területen lefette, a hölgyek azok természetesen csak a sármiát szerették, legalábbis az én információim ezek voltak. Mai vendégem minden a televízióban csak kapiként ismert Kaplár F. József. Szia! Köszöntöm, szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Hát egyszerre ilyen rövid idő alatt ilyen dolgokat még nem hallottam. Jeles személyiség. Ezt is mondtad. Hát ne viccelj, hát azért, de most nem álszerény ne legyél. Nem leszek álszerény, de ezt nem mondták még nekem. Nem. Ez nagyon megtisztelő. Tulajdonképpen te sportos vagy, vagy politikai újságíró? Magad szempontjából. Is meg kell mondjam neked, hogy én a közgázon végeztem a nemzetközi kapcsolatok szakon, és hát onnan elég széles spektrumban szóródott szét a társaság, de egy elég tekintélyes része diplomata lett, nem is rosszak. Lettek újságírók, a médiában dolgozók, rádió alá például Bakonyi Péter kollégám, úgyhogy eléggé, hát hogy is mondjam, csak érdekes lehetőségek adódtak ezen a szakon. Tehát ott ugye már eleve foglalkoztunk politikával is. Igen ám, csak hogy én előtte, amikor még katona is voltam, képzeld, előtte ott ért egy vetélkedő fölhívás, ez volt a tulajdonképpen a sportriporter kerestetik, az volt a pályabelépő. Ott a legjobb 13 000 valahányan jelentkeztek, több forduló volt, a legjobb 12-ig eljutottam. Nem rendeztek döntőt, hanem a Képesport meg a Telesport, mert ők rendezték. Tulajdonképpen azt mondták, hogy itt a lehetőség, tessék kipróbálni. Így aztán egészen az egyetemi diploma megszerzéséig 1973-ig dolgoztam, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy megtanultam a Telesportnál az alap dolgokat, amiket kellett, tehát hírt írni, válogatni, segédszerkesztőként dolgozni. Volt, amikor egy mérkőzésre másodriporterként is ott lettem. Tehát ezt tudtam. Amikor 73-ban az akkori főszerkesztőnél, Radnai Jánosnál jelentkeztem, akkor az széttárta a karját, a fiával jártam együtt az egyetemre egyébként. És azt mondta, hogy és akkor még csak egy csatornás volt a Magyar Televízió, következő évben lett az MTV2, meg akkor még rádió, meg a TV együtt volt, és azt mondja, hát saját embereimnek sem tudok elég munkát adni, de szétnézünk a házban. Uh-huh. Szétnéztünk, így kerültem a Híradóhoz, ami tulajdonképpen szintén érdekelt, mert az akkori főszerkesztő az, hogy Matúz Józsefné elég... Rózsika, igen. Eleve úgy mentünk be, a Radnai azt mondta, hogy tudod, Rózsika, beszéltünk arról, hogy a Híradó végén legyen egy állandó sportos, őrá gondoltunk. Ő meg neki egy ilyen leakasztató szemüvege volt, és már rajta volt, és olvasta, vittünk egy önéletrajzot.
és egy eléggé csúnya kifejezést használt, lovak is voltak benne, és hát leolvasta, hogy mi van, azt mondja, hogy ellenben, fiatal ember, adok egy gyakorlatilag visszautasíthatatlan ajánlatot, ha elfogadja, akkor akár holnap utántól már a külpolitikai rovatnak a gyakornoka. Szóval akkor így kerültél te a politikai vonalra. A politikai részre, és a híradó az meg aztán egy, legalábbis az akkori híradó az egy olyan szuper iskola volt. Egyébként ez a két részleg, a telesport meg a híradó, az gyakorlatilag állam volt az államban akkor. És én nagyon örülök, hogy mind a kettőben dolgozhattam. A sporthoz nem lettem hűtlen, mert a híradós éveim alatt is, 76-tól, a montreali olimpiától ott voltam, a nyári olimpiákon legalábbis. Amikor a híradót említed, akkor mindenféleképpen meg kell azt is említeni, hogy te nem csak a tévéhíradó műsorvezetője voltál, hanem voltál főmunkatárs, szerkesztő, illetve riporter is. Igen. És a te nevedhez a politikai újságírásban, lehet, hogy kis túlzással, de fűződik egy újítás, amikor, ha azt mondom, hogy 1987 és Grósz Károly, igen, akkor nagyon messze járok az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy te csináltad az első szakmai értelemben vett doorstep interjút Grósz Károllyal a repülőtéren? Nem. Addig ugyanis nem volt szokás az, nem, hogy oda megyek. Nem. Ez egy nagyon érdekes volt, ugye ő lett az új miniszterelnök akkor, és hát hova vezethetett volna az útja? Moszkvába, és teljesen véletlenül az akkori moszkvai állandó tudósítónk, a Hardi Misi hazajött Szabadságra, ez júliusban volt. De te oda mentél vele ki? Nem. Én akkor ott kim voltam helyettesítő tudósító, és hát én nekem kellett ezt az egész ügyet intézni. Vége volt a dolognak, hát az is óriási nagy élmény volt, hogy bemehettél a Kremlbe. Először ugye tárgyaltak közvetlen partnerével, akkor Rizskovnak hívták a miniszterelnököt. Nagyon jó hangulatban telt el a tárgyalás, utána Gorbacsovhoz. Oda már nem engedtek be bennünket, csak azt láttuk, hogy kijött, lejattoltak, bementek, tárgyaltak. Ott is mosolyogva jöttek ki. Általában ugye ezt szokták persze csinálni, és utána való napon pedig meghívást kaptam, ugye mint helyettesítő, hogy egy fejtágítót tart a kint dolgozó kolóniának Grósz Károly. El is mondta, és akkor utána egy elég fiatal társaság volt a újságírókból, oda jött hozzánk, és na, hogy tetszett, így kérdezte, és kinek van kérdése. És azt hiszem, hogy az MT is volt ugye az obligáció ember, aki először kérdezett, és akkor én nem tudom, hogy honnan vettem a bátorságot, mert erre ő aztán kitért, és mondtam neki, hogy egy Grósz elvtárs, hát az, amit itt elmondott, nagyon köszönjük, de én azt hiszem, hogy ez nagyon jót tenne, hogyha akár a televízió képernyője előtt is kicsit összefoglalva elmondaná, mert ez érdekelni az embereket. Hát egy olyan választ kaptam, hogy kilépett, a közelembe jött. Ő egyébként ezt megelőzően volt a rádiótelevíziónak, a rádiónak volt a pártitkára. Akkor így rám nézett, és mondja, hogy maguk ott a híradónál ilyen bátrak lettek? És akkor el volt intézve a dolog. És akkor vége volt ennek, és egyszer csak azt veszem észre, hogy valaki a hátam meg ide tette vállamra a kezét, a Grósz volt, kicsit alacsonyabb volt nálam, és akkor azt mondja, hogy maga mennyire gondolta ezt komolyan? És mondom, annyira, hogyha most megmondja nekem, hogy mikor tér vissza Budapestre, akkor ott lesz a híradó kamerája és a riportere is. És ez így is történt. Hát akkor nem volt olyan egyszerű még, mert ez 87-ben még nem volt mobiltelefon, meg várakoznod kellett a vonalra, meg minden. Az Acél Bandi akkor kórházban volt, az Elek Jancsi Szabadságon, ő volt az egyik főszerkesztő helyettes, a Sándor Pista vitte a bótot. És hát mondtam neki, hogy akkor ezt meg kéne csinálni. Ő volt aznap a következő nap a szerkesztő, tehát ő nem mehetett el, és a Tardos Juli ment el. Az volt az a híres interjú kint a rep, szóval ő volt az, aki csinálta. Tehát akkor te csak az ötletgazdag voltál. Az ötletgazdag voltam, de ez annyira hát befolyásolta a további életet, nem csak nekünk, hanem gyakorlatilag a médiában. Addig, ha úgy visszagondolsz, addig
a különböző országos hatóságok, minisztériumok, miniszterek nem nagyon szerettek nyilatkozni. És hát ugye ez, hogy ha a Gross megtette, hogy ennyire, 4 percben elmondta, hogy elmondtuk a gondjainkat, elmondták a szovjet elvtársak, hogy miben nem segítenek, meg minden. Tehát elég. Milyen volt veled vele a viszonyod? Semmi. Egyébként a párt akkori vezetőivel, akivel mondjuk a szakmád révén gyakorlatilag csak ilyen utazások idején, vagy látogatásokkor találkoztunk, volt, aki úrnak szólított, ez 80-as években volt, és hát azért eléggé elefántcsonttoronyban éltek, a Gross talán egy kicsit kivétel volt. Tehát, hogyha pozitív vagy negatív pozitív értelemben? Pozitív. Tényleg? Igen, tehát közvetlenebb volt? Például voltunk Szófiában volt egy látogatáson, és akkor is én kísértem, és oda mentem mellé, hogy lehetne egy kis összefoglaló? Ja, persze, hol? Most megyünk a nagykövetségre, és a nagykövetség Erkélyén csináltam meg vele. Minden előzetes, hogy is mondjam, fölkérés, meg hivatalos fölkérés. Oda mentem, ennyi hajlandó volt. Ez azt megelőzően szinte elképzelhetetlen volt. Emberi kapcsolataidra rátérve, hogy élted meg azt szakmailag, mert téged ugye 1990. januárjában kirúgtak a televízióból. Nem rúgtak ki. Nem rúgtak ki? Nem rúgtak ki. Te vágtad be az ajtót magadnak. Én vágtam be az ajtót, ez igaz. De akkor miért mondtad azt, hogy ez egy kivégzés volt? De nem az enyém, hanem az Acél Bandié, én arra mondtam. De ott valaki a te, illetve a Bandinak és a te csapatodnak valami nagyon rosszat tett. Hát igen, én legalábbis így gondoltam, nem mindenki gondolta ezt így, és akkor én beteget jelentettem utána, ez elég sokáig. De egyébként meg is viselt, meg kell mondjam, mert olyanok vágták a Bandi hátába a kést, akiket ő teljes mellőszerességgel támogatott. És miért? Mert úgy gondolta, hogy ez lesz a kiút abból a helyzetből. Nem kell erről titkokat gondolni, Posgairól van szó. Tehát ő volt az, aki végül is gyakorlatilag megadta Nemes Kütének azt, hogy már pedig őt el kell távolítani. A jelentkező volt rá gyorsan, aki lett, az a Híradó korábbi pártitkára volt, úgyhogy ez így alakult, de már az új, hogy is mondjam, idők szellemében. És akkor új elnöke lett a televíziónak, Hankis Elemér, aki ezeket a dolgokat szerette volna helyre rakni. És a nyár elején behívott, és akkor így rám nézett, mielőtt bármit beszéltünk volna, mi legyen veled? Így kezdte. De ugye 90. januárjában távolsz, álltál fel, akkor nem tudtam. Nem, akkor álltam föl. Akkor álltam fel, és nyárig mit csináltál? Nem jöttem el a televízió. Nyárig gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy különböző indokokkal beteg voltam. De ezek ilyen, mint az általános iskolában gyomorlottás? Hasonlított rá. Ugye? Igen, így van. De volt egyébként, ha már a gyomromat említetted, azzal kapcsolatban volt egy kis gond, de azon gyorsan túltettem magam. Lényeg az, hogy nyár elején behívott Hankis, és tudom, rendelkezési állományba helyezett. Tehát érdekes, mert nem kellett dolgozni, de a fizetésemet megkaptam. Aztán utána jött az esztendő végén, Miklós napon, a Vitrai lett akkor ő a Telesport főszerkesztője volt, Vitrai lett hogy hívták akkor már, intendánsa az M2-nek, tehát erről le kellett mondani a főszerkesztői posztról, és a Gyulai Pista, aki nekem kezdetektől fogva jó barátom volt, és még Szőulban föltötte nekem a kérdést, hogy miért nem jössz át hozzánk? És akkor én azt mondtam, hogy tehát én nagyon jól érzem magam a Híradónál, tulajdonképpen azt csinálok, amit szeretek, mert elértem azt, hogy műsorvezető voltam, és emellett felelős szerkesztője, azt kihagytad a felsorolásból, mert az volt a nagy dolog, és tulajdonképpen azt hiszem 4 ilyen ember volt, aki abban az időszakban, lehet, hogy most már van több, de nem nagyon,
aki volt műsorvezető és felelős szerkesztője is a fél nyolcas adásnak, mert ugye az volt a fő kiadás. És erre nagyon büszke vagyok, ez a híradós munka, ne továbbja. Igen, innen jött ugye a sport, a telesport, igen, ahonnan te... Várj, Gyulai Pista azt mondta, hogy amikor fölhívtam akkor, hogy áll még a szöuli ajánlatot, és persze, és így kerültem 91. január 2-ától a telesporthoz. Amit gyakorlatilag azt mondom, hogy újra kellett kezdeni, mert hogy ugye ott le voltak osztva a sportágak, tehát én először csak egy szerkesztő voltam, aztán külön egy kis harc volt érte, de nem nagyon akarták a teniszt, és hát a teniszben kaptam az egyik legnagyobb élményemet, a Grand Slam tornán, tehát a Roland Garrosra tudtunk akkor kimenni, aztán később volt alkalom az Ausztrál Openre is, de hát ennek a szponzorációját meg kellett szerveznem, és hát a legnagyobb élmény 95-ben, szeptemberben, amikor a Davis Kupa világcsoportjába kerültünk itt a kis stadionban Ausztrália legyőzésével, hát bevallom, akkor, amikor Klocskó megnyerte az ötödik meccset, akkor erőteljesen elérzékenyültem. És ha rá gondolok, akkor még most is libabőrös vagyok egy kicsit. Ha már itt a sportnál vagyunk, valahol azt olvastam, hogy te óriási Szoboszlai rajongó vagy. Az. Most én azt mondtam, ezt nem is tagadom, lehet, hogy sokan kinevetnek, majd Puskás óta nem volt ilyen tehetség. Pedig nagyon, nagyon sok... Albertnél nagyobb tehetség, Albert szerinted? Nagyobb tehetség, igen. Most, amikor beszélgetünk, ezt Albert azért... Albertnél, Détárinál, Nyilasi Tibi meg fog sértődni, nála is, de szerintem ő is tudja ezt értékelni. Hogy ne feledd el, hogy gyönyörű szép dolog visszagondolni a nagy hősökre, de nagyon átváltozott a labdarúgás. Mindennek az alapja a sebesség. Minden sportágban. Egy sztori, ez is már 30 esztendős, Puskás öcsi bácsi, nekem bácsi volt, de leszúrt érted nagyon, mert akkor is őszhajam volt, és hogy hogyan képzelem ezt, és megkérdeztem tőle, hogy az aranycsapat, az egy mai NB1-es csapattal milyen eredményt ért el? Ez 30 éve volt. Rám jött. Blasz 1-es csapatok 5-öst rúgnának nekünk. Tehát ő tisztában volt vele, hogy mennyire átváltozott a labdarúgás. És ha megnézel egy akkori fölvételt, akkor ilyen úriemberes játék volt. Átpasszolta, levette, fölnézett, kitalálta. Ma már ez nincs. És ebben a gyorsaságban, majd figyeld ezzel a szemmel is, Szoboszlai utolérhetetlen. Szerintem. Na. Hát azért... Nem tagadom azt, amit én, hallottál. Én azt nem vitatom, hogy Szoboszlai a magyar labdarúgás jelenlegi legnagyobb csillaga, de azt azért nem gondoltam volna, hogy egy sportot szerető és értő ember azt mondja, hogy a magyar aranylabdásnál is tehetségesebb. Nem azt mondta. Ja, azt mondtad, igen, őnál, hogy Albert Flóriánnál is igen, nagyobb igen, tehetség. Igen, nagyobb, igen. Na. Én abból indultam ki, de aztán te levezetted így, hogy Puskás óta nem volt ilyen tehetség. Hát igen, de Puskás után volt Albert. Volt. Ez a logika alapján. Volt azért még Nyilasi, Détári, meg... Őt emeltem ki. Igen. Azt visszakanyarodva egy picit még a politikához, illetve a sportra való átállásodra, mikor készültem a beszélgetésünkre, és úgy utánad érdeklődtem, közös ismerőseknél olvastam, feltűnt, hogy te nagyon-nagyon sokszor említed az édesapádat pozitív példaként. Igen. Tehát, hogy egy nagyon szoros és szeretetteljes viszony rajzolódik ki abból, ahogy te róla beszélsz. És ez főleg a futball kapcsán van, mert hogyha más témába kérdeznél, akkor az édesanyám ugyanígy beszélnék. Igen, de pont a politikából való, a sportra való átállásnál azt mondtad, hogy az édesapád ennek nagyon örült, mert ő irtózott attól, hogy te politikával foglalkozol. Igen. Miért? Igen. Nézd, azt kell mondjam, hogy egy egyszerű ember volt. Ő neki az elve az arany középút volt. Futballal kapcsolatos az is, hogy amikor elindult a Sport TV, akkor fölhoztam ez október elején, október közepén, akkor már volt ilyen tányérunk, ahol a UPC tányéron lehetett látni az adást,
leültettem, ő Jászberényből jött föl, én odavaló vagyok, és mondtam neki, hogy itt van édesapám, most jön három meccs, én leszek a műsorvezető, utána hazajövünk, megbeszéljük. Na most a három meccs az ilyen volt, hogy 15 órakor volt a szokásos Serie A, tehát olasz meccs, utána jött egy magyar meccs, utána megjött egy spanyol meccs. És én meg hát gyülleszkedem, hogy megyek haza. Na, édesapám, milyen volt? Ezt már sokszor elmondtam, így rám nézett, azt mondja, nem féltek ti, fiam? Miért? Hogy hát a népek látják a különbséget. Ez volt a kedvenc szava, a népek, nem az emberek, a népek. Népek látják a különbséget. Sajnos igaza volt, és tulajdonképpen egy picit, nem tudom, hogy jogos volt-e a kritika, de kaptunk, de azért, mert ezek a műsorok a palettán ott voltak, és megmutatták azt, hogy hol tart a magyar labdarúgás. Azóta hál' Istennek javult, bár még azért mindig két lépéssel hátrébb vagyunk az élvonaltól, de biztató. De nem csak a sporttal kapcsolatban volt ez a fajta koherencia az édesapáddal. Ahogy te róla beszéltél, az azt jelenti, hogy az életút, amit neked mutatott, ott azért egy elég stabil és... Még egyszer el kell mondanom, mind a kettőjük, tehát anyám is és apám is tulajdonképpen azt mutatta nekem, hogy nincsenek kilengések, az a bizonyos arany középút, és azt szerintem azt azért meg tudtam valósítani. Annak külön örült, mert ő lehet, hogy látta, hogy ugye én 90-ben mondtam búcsút ennek, és látta, hogy mi következik utána. És bár tulajdonképpen örült neki, ő régi szozdem volt egyébként, örült neki, de nem tetszett neki, ami történt. És eléggé, hogy is mondjam, csak minden két oldalt eléggé kritikus szemmel nézte. Neked most unokád van? Kettő. Boldog nagypapa? Boldog nagypapa. A dolgot sajnos beárnyékolja, hogy a feleségem 3 éve elhunyt. Elég nehéz volt kibírni, de pont az unokák azok, akik hát, hogy is mondjam, csak megédesítik az öregkort. Mert bár annyi. Igen. Váratlanul hunyt el a nejed? Hát nekem igen, de ne készültünk rá, sajnos tudtuk, hogy be fog következni. És ennek a drámai és tragikus momentumnak ellenére lehet azt mondani, hogy te egy boldogan élő ember vagy, akit... Igen, pont a családod pont abszolút a, jól tart. Pont a lányom és az unokáim miatt én próbálom azt a pozitív szemléletet, ami egész életemben jellemzett, azt megtartani, és így tovább menni. És ebben még azért nagyon hosszan tervezel. Hát figyelj, 10 napja töltöttem be a 75-et. Na, hogy kierőszakoltam belőled az életkorról, hát ezt csak ezért kérdeztem, De még vannak terveim, igen, vannak terveim. Heti kétszer még dolgozom, már a képernyőről 4 esztendeje lemondtam, de... Nehéz volt? Tévéseknél szokták azt mondani, igen, hogy vagy baromi könnyen, vagy nagyon-nagyon nehezen engedik el a képernyőt. Nem. Ezt meg kell mondjam neked, hogy azért én szerintem az én önértékelő faktorom az rendben van, és hát azt vettem észre, hogy nagyon tehetséges fiataljaink vannak, és hát ez szomorú belátni, de jobban csinálják, mint én, és hát a reggelenkénti borotválkozásnál is rájöttem, hogy nem ez az arc kell már a nézők többségének, és így döntöttem el, és 2020. június 6-án, mert akkor volt 50 éve, hogy először szerepeltem a tévében, azon a napon bejelentettem, meglepte a főnökséget, és... Nagyon érdekes, amit mondasz, mert idős televíziósok beszélgetve mindig azt hallgatom, és te most ugye azt mondtad, hogy te beláttad, hogy a fiatalabb generáció a képernyőn jobban működik, mint te 70... A Sport TV-ben beszélek. Igen, hát ott voltál, igen. De viszont, őróluk beszélek. Igen, viszont mások meg azt szokták mondani, hogy a televíziózás műfaja az azért a angol szász és az amerikai televíziózásban a nagy öregek, ott nem az életkor számít, hanem az a mérvadó és az a díjazó,
Diaz Andó, aki évtizedek óta még mindig ott van. Magyarország más. Magyarország más, és te ehhez nagyon jól igen, tudsz alkalmazkodni. Igen, igen. És nem hiányzik az, hogy nem. A képernyőről? Nem? Nem. 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 Az a munka, amit végzek, tehát egyfajta szerkesztőként, illetve bizonyos dolgoknak az alámondásaként, hogy a hangomat még karbantartsam, ezek szerintem bőven elegek ebben a korban már. Én így gondolom. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy te elégedett vagy, és nem azt mondod, hogy aj, bárcsak jobban hát foglalkoztatnának. A díjazás lehetne több, de hát ez nem az én dolgom. Ezennel üzenjük Tatár Epi, hogy a munkáltatóinak ezt a kódolt üzenetet, de... Hát szerintem mindenki ezt mondja. Úgy. Mindenki ezt mondja? Igen. De én úgy tudom, hogy a te munkahelyeden azért megpróbáltak lebeszélni erről a döntésről, hogy úgy nem. Kapi, várjál már. Nem. Nem? Nem, örült. Tulajdonképpen meglepte őket, kicsit talán sokkolta is. És na, én ezt hallottam. Én... Pont ugyanezt a szót hallottam, akivel beszéltem, de... hogy sokkolta bennünket az, hogy a Kapi azt mondta, hogy többet nem akar képernyőn. Igen, lehet, hogy ez egy újdonság volt. Hát, figyelj, azt szeretném elmondani, hogy a Magyar Televíziótól, nem, bocsánat, a Híradótól én önként álltam föl. A Magyar Televíziótól 25 év, 5 hónap és 1 nap után önként jöttem el, és a képernyőre is önként mondtam le. A Szent Háromság. Önként legyél akkor nagyon boldog, és élvezd a családod körében a boldog, nyugodt és aktív nyugdíjas éveket. Kaplárep József, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, a kedves nézőknek pedig minden jót. Kedves nézőink, ez volt a Blik Talk, iratkozzanak fel a csatornáinkra, jövő héten újra találkozunk, a viszontlátásra.